Az országos rendőrfőkapitányság rendelkezése szerint minden évben legalább egy alkalommal járási egyeztető fórumot kell tartani. Ezeken az alkalmakon a rendőrség, a települések polgármesterei, civil szervezetek, egyházak, hatóságok, társszervek képviselői találkoznak együttműködésük erősítése érdekében. Nagyon sok operatív programban együtt tudunk működni, de leginkább az, hogy megfogalmazzák azokat az igényeket, amelyek nem feltétlen jelennek meg a rendőrség munkájába. A rendőrség az egy hivatal. Dolgozik, ahogy dolgozik, reméljük, hogy egyre jobban dolgozik, de nagyon fontosak azok a visszajelzések, amelyek meghatározzák a mi munkánkat, amelyek a céljainkat egy kicsit orientálják, irányba tartják. A Paksi Fórumon előadás hangzott el az internet veszélyeiről, a betöréses lopások visszaszorítását, hatékonyabb felderítését célzó úgynevezett várvédő programról, valamint az elmúlt időszak bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. Utóbbiról szólva dr. Kuti István, a Paksi rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a 2000-es évek elején közel 1500 ismerté vált bűncselekményben jártak el kollégái illetékességi területükön, amely szám az elmúlt két évben 1000 alá csökkent. A mutatók kiválóak, de van még tennivaló, az egyik terület e tekintetben a közlekedés biztonság, a balesetek számának csökkentése a cél. A másik terület, ami Paksot érintette, a lakásbetörések száma. Statisztikailag nem sok, de én úgy gondolom, hogy egy lakásbetörés is több, mint ami kellett volna. Az elmúlt két hónapban 6 lakásbetörés ügyében nyomoznak a kollégák, remélem eredménnyel. Ebben már megjelentünk a sajtó fele, hát ezt szeretnénk ennek az elkövetőit és biztosan állítható utazó bűnözőkről van szó elfogni, és úgy, mint a tavalyi év, vagy a korábbi években bíróság elé állítani őket. Molnár Gábor ezredes, a Tolna megyei rendőr főkapitányság bűnügyi helyettese újságírói kérdése azt is elmondta, hogy Tolna megyében kiváló a közbiztonság, folyamatosan javulnak az eredmények. Kiemelte ugyanakkor, hogy a bűncselekmények sértetjeit a jó mutatók érthető módon nem vigasztalják, velük foglalkozni kell, ezt szolgálja például a több mint két éve működő áldozatsegítő programjuk, vagy a már említett vagyonvédelmi várvédő.